112 millió forintos kormányzati támogatással egy ginapos pályázatnak köszönhetően fejlesztett most a Szekszárdi Sét Kft. A nyomdaipari szolgáltatásokat nyújtó cég új eszközöket vásárolhat. A mostani pályázat nyitó eseményén Dránovics István projektvezető és Zsikó Zoltán, a Tolna vármegyei önkormányzat alelnöke összegezték a beruházást. Körülbelül a beruházás összértéke olyan 200 millió, a többit saját erőből tesszük hozzá, és hát várjuk a gépeket, egyébként kínai gépeket vettünk, nagyon jók a referenciák. Tulajdonképpen világszínvonalú berendezések érkeznek a Sét Kft. Telephelyére. Zsikó Zoltán szerint örömteli dolog látni, hogy a több mint 20 éve a piacon meghatározó szerepet betöltő Sét Kft. Egy újabb, sikeres fejlesztést hajthat végre. Tehát azt gondolom, hogy Tolna vármegye szempontjából és a cég életének a szempontjából egy fontos nap ez a mai. Én azt kívánom, hogy sok ilyen jó hír és sok ilyen bejelentés legyen még a cég történetében. A Sét Kft. Tehát hamarosan új nyomdaipari gépeket szerezhet be, ezzel pedig tovább korszerűsödik a cég gyártási folyamata.